Halló, sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna, a Bannerlord sorozata. A mai részben főképp arra fogunk rámenni, hogy csak így gyilkoljuk az ellenfeleket. Egyrészt, hogy ne fosztogassák már azt az átkozott falutot. Másrészt, hogyha minden jól megy, akár ezt a várost itt elfoglalhatnánk. És esetlegesen, meglátjuk még, hogyan döntök ezzel kapcsolatban, de akár ki is nevezhetjük rögtön utána Grizzlyt? Azt hiszem Grizzly volt a... Igen. Igen, Grizzly volt a kiképzésünk alatt. Jó lenne, hogyha mi tudnánk pontokat elosztani neki. Nem tudom, hogyha ki van nevezve, akkor utána még itt tudunk-e neki pontokat osztani, de szerintem kéne tudnunk neki még, hogyha fejlődik is. Tehát hiába van külön egy csapatban, akkor is tudnunk kéne szerintem. Mindegy, majd ez kiderül. És kinevezzük, hogy legyen nemes belőle, és odaadjuk neki a várost. Ja, szerintem ezt megcsinálhatjuk, mert van 525 influencünk. Na, gyertek, kezdjük is, akkor ezzel a csatával ezt itt rendezzük le, hogy itt ne fosztogassa ezt az átkozott falut. Háj, ti zsoldosok. Nem is tudom, miből fizetik őket. Ezt lehet, nem húzzuk ezt nagyon, ezt az ütközetet. Mennyien vannak? Azért vannak egy páram. Jaj, tudom, a zászlók miatt vannak ennyire sok különböző egységgel. Ja, de nem állítottam át, hogy a negyedik megszűnjön. Jó, mindegy. Mindenki csak jöjjön utánam szépen, nem szórakozunk most itt mindenféle izével, hogy titeket állítgassalak össze-vissza, majd akkor, amikor közvetlenül ott is vagyunk ténylegesen. Annyi a célom igazából ebben az ütközetben, hogy a gyalogság meg a lovasság úgy nagyjából egyszer érkezzen be. Tehát, hogy ennyi, amit szeretnék itt. Különösebben sok mindent nem. Gyerünk előre. Gyerünk, gyerünk, srácok. Na, jönnek ők, jönnek ők. Ez pofán lőnek. Okay. Ijászokat elengedjük, gyalogság, vagy a kis gyalogságot elengedjük. Másik gyalogság mehet, lovasság elenged. Úgyne, menjen mindenki befele. Nagyjából egyszerre harcol most a gyalogságunk itt, aztán majd ha a lovasság megérkezik, ez igazából relatív hamar keresztül jutunk rajtuk. Hopp, itt lehet, hogy nem kéne, hogy egyedül legyek. Még velem vannak elfoglalva, addig az íjászok nagyon sok minden nem csinálnak a saját társaik védelme érdekében. Au. Na, szerintem végeztek a gyalogsággal. Ja, végeztek. Jó van, srácok, tudjátok mit? Lehet, hogy nem még öldösök. Régebben a Warbandban az XP, amit szereztél, azt megosztottad a katonáiddal. Tehát amit ténylegesen te öltél meg, ezt megosztottad az embereiddel. Most ez nem tudom, hogy így van-e itt. Nem tudom, hogy van itt az XP elosztásosban. Szóval melyik a jobb, hogyha hagyom, hogy ők öljenek, vagy hogyha én ölök többet. Minden esetre most lecsalultam egy jó pár ijászokat. Három emberünk halt meg. Ki vagy? Lékret. Távozz innét. Prisonerök, troops, troopokat, ezeket felvesszük. Rabokat meg nem viszünk, viszont fejlesztünk embereket. Nem mindent viszünk. Úgyne. Na. Ha minden igaz, ezt már nem fogják... mennyi katonád van! Azt a mindenét! Ezt összegyűjtek létszámilag. Menjünk, kapjunk el itt még egyet? Kapjunk el itt. És viszont ezt nem fogjuk lejátszani, csak így beküldjük a csapatainkat. Jó, távozz. Nem kell semmi, köszi. Úgy, most megszüntettünk két csapatot. És azt hiszem velük növekedett a kapcsolatunk. Na mindegy, csináljunk egy olyat. Jó, azért vagyunk egy páron már.
Még mielőtt viszont csinálunk egy ilyen összehívást, azelőtt nézzük meg mennyien vannak. 59 védő van? Jó, várjatok, mert elfoglalták közben a izék. Ők. Lehet, nem akarok feltétlenül háborúzni velük. Igen. Lehet, hogy nem akarunk háborúzni velük. Batániával elbírunk. Nyugatbirodalommal nem annyira. South Empire-rel elbírunk. Hát igen, és a West van inkább a közelünkben. Menjünk északnak neki. Mondjuk ők is 7600-an vannak, vagy Batániát kéne megenni még. Itt Batániától ezt itt el lehetne venni akár. Viszont mindenképpen még mielőtt egy teljes ilyen... azért támogatják eléggé ezt a háborút. Nem mindent támogatnak annyira. Aha, az Aszarájt például egyáltalán nem. Oké, figyeljetek, nem akarunk egy teljes ilyen nagy háborút. Hogy erősödjenek az embereink. Tehát ugye jelenleg most létszámuk vannak a katonáinknak, de tényleges nagy erősseregük nincsen. Így a vazalusokra gondolok, nem pedig így magamra. Ezt sose fogjuk tolérni. Hoppá, ezt tolértük. Kiugrott rá? Litz Party. Nem lehetne már amúgy békét kötni velük? Mármint... 240-et fizetnék? Mire föl, srácok? Tehát nincsen semmitek! Nincsen semmitek! 9 darab foglyunk van! Két másik néppel háborúztok. Miért van az, hogy... Tehát... Miért van az, hogy még ezek után még mi fizetünk még mindig? Nem értem. Ilyenkor kéne azt nekik a leginkább, hogy csak egyetlen egy ellenféllel háborúzzanak ténylegesen. És nem lennék megsértődve, az én lennék, de értitek? 3 különböző ellenféllel háborúznak, és nem akarják megadni magukat. Mondjuk azt nézzük, a vazalusaimnak ilyen izék, ilyen gyakorlatozó katonák. Tehát maradjunk annyiba, hogy lehet, hogy annyira nem probléma. De értitek? Hopp, 34 fő, azt már lehet, hogy érdemesebb elcsapkodni. Ja, szépen ide. Forest people, ők is zsoldosok. Na, őket is viszont automatikusan, mert akkor fejlődhet az autó battle-em. Távozz. Tud egyáltalán még fejlődni? Ó, tud bőven. Engineer, Governor. Ez a két képesség egyik se hasznos a számunkra. Mert nem mi vagyunk az engineerek. Ami igazán szomorú egyébként, hogy így tervezték meg. Jobb lenne, hogyha tudjátok, tehát hogy nem lenne így külön bontva, hanem úgy lenne, hogy oké, a vezér is... Nem. Úgy, hogyha van egy... Az, aki a feladatot ellátja, mondjuk van az orvos. Az orvos mondjuk kifejleszti azt, hogy 30%-kal jobban gyógyít. Oké, viszont ha mi is kifejlesztjük, mint csapatvezető, akkor mondjuk a képesség felét kapjuk meg, vagy a harmadát, értitek? De hogy a mi vezetőnknek is számítana a legtöbb képesség. Mert így most a taktikánál ezt a szintet elérjük, de hogy így soha nem lesz hasznos igazából. Ha mi rámentünk volna erre a háromra, tehát az intelligenciát megküldjük, akkor számítanám, de hát ennyi szintet kifejleszteni, hogy mindegyiket kifejlesz, amit szeretnél. Illetve rájöttem, képzeljétek el, hogy a kétkezes fegyvereknél igenis el tudsz találni több ellenfelet. Igen, ezt olvastam. Wow. Kétkezes fegyverrel le tudod védeni a nyilvesszőket? Na ne kúrjál már fel. Hát ha én ezt tudom, akkor lehet, hogy kétkezes fegyvereket használunk. Szóval elméletileg az ilyen két, nem mindegyikkel, lehet, hogy pólarmokkal lehet. Nem tudom pontosan, nem is pólarmal, hanem halbarddal, a nagy fejszés fegyverekkel. De elméletileg lehet.
használni őket úgy, hogy két ember találja. Szóval, majd ezt nem tudom, valamikor kipróbáljuk, majd olyan fegyvert használunk és megnézzük. Trade. Itt mik van? Mik vannak? Ezt a Reaper-t már előbb vagy utóbb le akarom cserélni. Mert jó ez a Reaper fegyver, de szerintem lehetne ennél jobb is. Jobb fegyverünk is. Még mielőtt ezeket eladnám itt nektek, nem lehetne valami jót adni? Trust Image. A Swing sebzés az kisebb. Jinnek ezt a Battle Axe-et. Ugyanolyan. Hát neki nem lesz jobb, az biztos. Neki. Egy az egyben ugyanaz van. És neki se lesz jobb. Hát ezt megbeszéltük, srácok. Ezt megbeszéltük, ha mondom, hogy ezt be is dobhatjuk. Sőt, nem is. A fegyverek maradjanak meg. Ezeknél nézzünk körbe. Na most kész vagyok ezzel sok kereskedéssel. Hát itt sokat most nem fogunk esetleg kovácsoltatni, mondjuk pihenünk akkor utána. Ja, most az a helyzet, srácok, most telnie kell az időnek, hogy erősödjenek a vazalusaink. Így szerintem sok mindent nem fogunk csinálni így kifejezetten, tehát tényleg ilyen apró csaták, nem fogunk hadat hirdetni egy másik országnak. Hafiszának lett egy új szintje, ez tök jó. Hafisza, gyere szépen. Van egy új fókuszpontod? Ez nagyon jó. Mit adjunk neked? Te vagy a stewardünk, nem? Amit ahogy nézem, maximálisan jól nyomatsz. Riding képességet is lehetne fejleszteni. Trade az nem fontos. Egykezes fegyverek? Hát végül is egykezes fegyvereket használsz. Úgy nem. Tehát, hogyha tényleg jól akarunk most lenni, akkor lehet, hogy még vazalust kéne keresnünk. Még akár többet. Csak az a baj, most már nem tudunk területet adni nekik. Szóval most már nem lennének annyira boldogok, illetve nem lenne annyi emberük. Arunat Clan Rebels Destroyed. Nézzük csak, hogy vannak rendelések. Hopp, itt van egy rendelés, ezt meg is tudjuk csinálni. És elégedett vele. Ennyi. További rendelés, a többieket nem tudjuk megcsinálni. 7858 pénzt kapnánk ezért. Ez elég szép lenne. Smelteljünk! Egész sokat be tudtunk olvasztani. Még beolvasztogatok egy picikét. Közben itt repül egy repülő el fölöttünk, szóval nem tudom mennyire hallatszik bele. Azért figyeljetek, 1100-ért készítettünk kardokat. Az egész jó. Az elég vállalható. Pihenjünk csak egy picit még. Akkor visszamegyek, azt akkor készítünk még. Hát az igazából még ahhoz képest még több pénzt termelünk, mint amennyit elköltünk egy nap a katonáinkra. Most itt vagyunk 83%, kijelölöm, hogy ezt szeretnénk, mert ez volt az. És egyszerűen lecraftolgatjuk. Mit használunk? Rough iron, crude iron. Van azokat ott. Valami olyan kéne, amikre ezeket az értékesebb nyersanyagokat használjuk. És mondjuk nincs szerintem energiám. Szóval nézzé, most már csak 885-ért készítettek, azt jól sikerült megcsinálni azokat a kardokat. Ettől függetlenül még így is egyébként több pénzt termeltünk, mint amennyit el fogunk égetni azzal, hogy csak itt állunk és nem csinálunk semmit. És addig megerősödnek a katonáink. Prexkult megtámadták. Na, megnézzük, hogy megnyerje. Smithy, illetve... Addig, hopp, egy ilyet meg tudunk csinálni, ezt megcsináljuk neked. És kétkezes fegyvert szeretnénk, de csak olyanokat, amik meg vannak nyitva. Hát... Hát sok minden közül nem válogathatunk a kétkezes fegyvereknél. Nem csoda, hogy nem annyira használ más nyersanyagot. Ja, hát ezt nem is fogjuk megcsinálni jobbra. Nézzük meg, itt viszont a Lánzsáknál van lehetőségünk olyat, hogy kettes szintű. Aha. Szóval azt mondjuk egy ilyen lánzsafejet használunk. Ez még egész jó. Ezek mind kettes. Ó, nem változik viszont. Az a baj, mindegyik még mindig rough iron-t használ.
Amiben nem is értem, eladtam volna őket, vagy csak elkarfolgattam őket. Na, ezért már viszont steel-t használunk. Jaj, lányzsák. Jó, figyeljetek, akkor nem craftolgatunk itt, viszont ebből el... Ú, nem. Nem az összeset, rossz gomb. Így, egy keveset eladunk belőle. Charcoal, abból nem. Miből van sok? Grainből eladunk. Ennyi nem kell. Tudom, hogy 300 az úgy bőven elegendő. Mindig egyébként, tehát sőt, 250 is elegendő. Mindig elmegyünk, az többen jövünk vissza, mint amennyi van. Steel. Jó, az a 80 az maradhat. Jó. És vágjuk le ezeket az állatkákat. Érdekes, azt hiszem régebben úgy volt, van ilyen hájdunk? Ja, tényleg most megöltük az állatkákat. Régebben azt hiszem a Warbandban úgy volt, hogy megromlott a hús. De javítsatok ki, hogyha tévedek. És azért nem volt az, hogy egy csomó hús cipeltél magaddal folyamatosan. Na, Break School, esetleg ott vagy. Miért kerültünk ennyivel hátrébb, amikor oda akartam kattintani? Megnézem, hogy... nyert. Szerintem megnyerte. Ja. 100 fővel mászkál? Az egész jó. 103-as sereg? Honnan van itt 103-as sereg? Hogy hoznak ennyi sereget össze? Konkrétan nincsenek faluik. Ez Break School? Ez Break School? Menjünk, segítünk neki. Úgyne. Ja, menjünk, játsszuk le ezt az ütközetet. Úgyis ebben a videóban nem sok ütközetet fogtok látni egyelőre. Hihihi, mennyien vagyunk. Azt mondjuk, hogy... Ó, megint nem szüntettem meg a négyest. Mindegy. Ti menjetek, csak szimplán azt támadjatok. Ti meg csak kövessetek engem, aztán majd csatlakozunk akkor, amikor úgy látom, hogy a gyalogság beért. Adtam lovat Grizzlynek, hogy fejlődjön a lovas képessége, mert szerintem jobb, hogyha egy sereget vezető személynek van lova. Tehát jobban teljesít szerintem. De rohantok megint a hegyre fel. Mennyi? Láncsás csapatok. Egész jó pozícióban vannak ahhoz, hogy amúgy... Nem. Egész jó pozícióban vannak, szóval azért mondom, hogy onnan védjék magukat. Tehát az egy egész jó dombocska. Nem csak egy kicsi felemelkedés, hanem egy egész rendesen nagy. Lennének íjászai elég sok. Még ténylegesen okozna is kárt vele. Nem állunk jó pozícióba, nem hátulról a lovasságot majd jól rájuk küldjük. És nyomok egy ilyet, ez teljesen jó nekünk. Nem nyomtam volna meg a shiftet gyorsításképpen, meg jól is nézett volna ki. Hova tűntek? Volt egy nézőm, aki azt mondta, hogy a gyalogság az alkalmatlan arra, hogy felfogja a lovasságot. De hogy... Tehát nem tudom, figyeltétek-e rengetegszer, amikor a lovasság belerohan egy lágyjába, akkor konkrétan megáll a ló. Tehát így felemelkedik a hátsó lábaira. Ebben a csatában mi nem vágunk le semmit, én úgy érzem. Nem találtam ellenfeleket. Hajrá, srácok! Úgy, végeztünk. Még lehetett volna gyorsítva is lejátszani, csak azért akartam belelépni, hogy ténylegesen levezessem, és kevesebb embert veszítsünk maximum. Ja. I am of the Benil Zilal. Tessék, távozza. Prisoner. Az egész jól néz ki. Katonák, minden foglyoknak nem kellenek. Na, azt a 63-at ott... Katon, 68 is. Ti kik vagytok? Borwalds Party. Miért vagytok ilyen kevesen? Sőt, ott van egy 19-es is.
It's been a while. Rég találkoztunk. Ja. Ja, figyelj, csapataim elintéznek. Enough. I am your prisoner. I can pay a ransom. I'm worth more to you alive than dead. Igen, távozzál csak. Te sokat értek nekem igazából gyakorlatozásra. Tehát az a helyzet, arra teljesen jók, hogy folyton van ellenség, akiket ledarálsz. De annyira nem realisztikus, hogy ennyiszer levágjuk őket, és még mindig jönnek, és nem adják fel, hogy az valami hihetetlen. Tehát megmondom őszintén, tehát ha ennyire szét van verve egy ország, akkor egyszerűen meg kéne szűnjön. Tehát itt szét kéne essen. Amondó vagyok, hogy két hónapig nem tudnak területet foglalni, akkor azok már nem fognak területet foglalni. Mert egyszerűen nem lesz esélyük kit elfoglalni. Maximum egy lázadó csoportot tudnának elintézni. Igazából. Ja, egy lázadó ellen még van esélyük. Hogy vagyunk? 2.39? Nincsenek sérültjeink? Jó, akkor felveszünk néhány embert. Hűhűhű, hello, sziasztok! Nem tudom, hogy mennyi lovas egységünk van. De akkor veszünk fel olyanokat. Hol még tudunk felvenni? Mi a különbség a kettő között? Imperial Infantryman? Imperial Vigru... Ja, belőletek lesz a lovas. Akkor jöjjetek. Kezdünk nagyon átmenni, amúgy nem tudom, érzitek-e, hogy Batanyani katonák helyett inkább nagyon imperiál katonákba megyünk át. Na most már békét köthetnénk velük, anélkül, hogy bármit kéne fizetnünk, de őszintén szóval tekintve, hogy mennyire jól hadjáratozunk belőlük, ezt így nem nagyon akarom meglépni. Igazából hoznak nekünk egy csomó pénzt folyamatosan azzal, hogy elverjük őket. Arról nem is beszélve, hogy... Te gyors vagy. Csak utolérlek. Arról nem is beszélve, hogy ugye minden egyes alkalom, amikor elengedjük, akkor javítjuk a kapcsolatot velük. Egyszer csak elkaplak valamilyen úton, módon. Elment mellette. Jaj. Nem. Elengedem. Nem érdekel. Hopp. Valakit el akartnak engedni. Te a vízosz. Van nálam egyáltalán ilyen fogó. Valakit elkaptam. Tessék. Parti. Nincsen fogjom. Lehet, hogy bevitték az erődömbe. Meg kéne próbálni meggyőzni egy-kettőt, hogy álljanak át. Őket a legegyszerűbb most jelenleg, mert nincsen ugye semmilyen területük, nincsen igazából tényleges haderejük. Illetve egyre jobb kapcsolatban vagyunk velük. 500 ezerem van. Hát... Az egyik vazallus, akit felvettünk, ő elég drága volt. Tehát megmondom őszintén, ő elég kegyetlenül drága volt. Valami 260 ezeret költöttünk érte. Úgyis, hát így sose érlek utol. Egyik költöket se. Hopp, őt még talán, mert erre viszont nem fog tudni kimenni sem erre. Hopp! Hello! Te még egész jól is nézel ki, azt kell mondjam. Nem ezt szeretnél? Hát nem szeretnél, úgy látom. Mi vagy egyáltalán? Minor Faction, vagy kihez tartozol? Jó, mindegy, őt nem tudjuk felvenni. Erről jut eszembe. Gyere vissza! Oh. Attól már nem tudlak felvenni, attól még... I am Hello. Your prisoner. Jó, gyere, legyél a prisonerom. Miért javult a kapcsolatom valakivel? Akivel már százas a kapcsolatunk, azt mi alapján kapjuk azt a kapcsolatot ott? Hol vagyunk? Lucian... Bad Before? Jaj, tudjátok mit? Nézzük így. Így, bejelölöm magam, legalább így megtaláljuk magunkat. Százas Giforral. Elég jó kapcsolatban vagyunk emberekkel.
Ja, elég jó kapcsolat, elég jó barátságaink vannak. Van itt valaki viszont, aki mínusz 64. A klánon belül. Ja, ez így a klánunk, igen. És itt erre vagyok kíváncsi. Ja, itt nem az embereket, hanem a klánokat sorolja fel. Ó, itt. Ahogy nézem, viszont mindenkivel. Tehát, hogyha egy klánon belül valakivel jóban vagy, tehát gondolom így a klánvezérrel, akkor a klánon belül mindenkivel javul a kapcsolatod. Nem az életben. It's been a while. Nem tudom, miért balra ment. Még peace. Nem akarok peace-t. Ti miért akartok peace-t? Nem tudok felvenni több... Jutok csak. Nem. Van vajon limit arra, hogy mennyi azalusod lehet? Nem, csak workshop. Limit. Amiben most nincs is workshopunk, nem? Ott a helyőrség, ott van. Break school, mint vezér, thieves. Aha, nincs egy darab workshopunk se. Azt lehetne csinálni egyet. De úgy, hát vagy a saját királyság lenne a legjobb, de szerintem, ha ide eljönnénk, szerintem a sivatagi néppel sos leszünk ténylegesen áborúba, aztán ki tudja, mert amúgy nagyon furán foglalgatnak időnként az AI-jal. Vagy csak egyszerűen epic rotálba veszünk egyet. Az baj, olyan keveset hoznak, hogy... Ha még hoznak ilyen 400-500-at, akkor azt mondom, tök jók vagyunk. De amúgy... Amúgy annyira nem. Szilkvendőr... Hát, veletek egész jobban vagyok. Tudjátok, mit csináljunk? Vannak itt, tudjátok, ezek az alleyways dolgok, ezek a... Sikátorok. Ezeket gyorsba tisztítjuk ki, mert akkor javítjuk a kapcsolatot az itteni emberekkel. Jó. Mi lenne, hogyha nappal? És köszönöm, a játékból lehetne folyamatosan nappal. Az éjszaka csak zavar. Sosincs értelme, hogy éjszaka legyen. Én szerintem viszont ezzel lezárjuk utána a részt, mert csak húznám az időtöket azzal, hogy körbe-körbe mászkálok. Majd lehetséges, hogy azt csinálom, hogy kiadjam ezeket a részeket. Mármint így videón kívül, tudjátok, leülök, játszok vele, hagyom, hagy teljen az idő. Erősödjenek a vazallusok, én is erősödjek, tehát legyilkolok minden kis banditákat, meg ilyeneket, hogy szintet lépegetünk. Merőbe ténylegesen nem haladunk előre, értitek? Tehát nincs egy nagy királyság elleni háborunk. Mert szerintem most már csak az, ami ténylegesen számít a játszmánkban. Abból a szempontból, valaki megjegyezte, hogy abból a szempontból lenne jó, hogyha ezek a részek így meglennének, hogy így fel lenne töltve, és maximum megnézi az, aki akarja, hogy legalább látjátok, hogy nem csalok. De hogy igazából, tehát a vazalusoknál láttátok, hogy eléggé fogyott a pénzem, tehát egy millióról félmillióra zuhant, mert felvettem két vazalust. Kár, hogy nincs az a rögtön mondat, hogy hallod? Én vagyok a föld ura. Mi lenne, ha csak így megölnélek, hopp? Azt mondom, azért tudnak ők ütni rendesen. Ennyi, végeztünk? Take the alley. Jó, nincsen senki, akinek odaadhatnánk. Na, így ne. 5-tel, 1-jel, 2-vel. 2-vel. Hát sokkal nem változott, figyeljetek, de... Arra most nem rossz, hogy egy picikét javítgassuk velük. Azon gondolkodom, a városnak a... A gazdaságán, vagy a békén szerintem változtat. Úgy rémlik, mintha lenne. Ott van Grizzlyd. Hello, bro. Hát te mit csinálsz itt? I'm yours to command. Your Highness, I'm yours to command. In the settlement and find me. Ó, konkrétan elküldtük, hogy gyűjtse össze az embereket. Jean, ott van Jean Willow. Zira is ott van. Arkonda Finger, ő nem számít annak. Cargo Master. Ja, ők se.
Most jönnek is, ja. Összegyűlnek. És hozzá őket, ez tök király, ez nagyon tetszik. Mert ez azt jelenti, hogy akkor össze tudod hozni. A játék elején már igazából tudod öldösni ezeket a banditákat, ahol ténylegesen jobban számít. És akkor összehívja a bandát, idehoz mindenkit. Ja, szerintem a ténőrt is hozzák, mondom, mi a fene. Idehoznak mindenkit, és akkor tudjátok, ide jönnek, azt akkor elintézzük őket együttesen. Azt akkor nem kell egyedül le mestervágdosnom őket úgy, hogy esélyük van megölni. Sőt, szerintem Ekárnak is mondhattuk volna. Miért nem Hafisa van velünk? Nem ő a második karakter? Nektek is adni kéne jobb cuccokat, amikor ilyen helyen vagyunk. Tudjatok segíteni nekem jobban. Bár mondjuk szerintem itt már a lépszámunkból adódóan igazából rendben leszünk. Ó, jöttök mindannyian, jól van. Hello! Ott majdnem levágtak. Ne! Valamelyik emberünket levágták. Ennyi. Ja, tényleg van olyan ember, akivel csökken a kapcsolatunk. Mert ő az ilyen bűnözős személy, tudjátok itt. Na, leveljünk. 58-70. Ja, vele csökkenget. Ténöri, az övé a ténöri. Gang leader. Ezt még el is tudnánk intézni, hogy távozzon innen. Tehát egyszerűen megvesszük tőle a helyet. Prosperity. Inside production. Garrison. Falvak, fish, kaja, minden. Codox, security. Relief force, presence, to be blunt. Loyalty, az úgy marad, az nem növekszik, milícia. Na mindegy, figyeljetek. Szerintem az a 4000 prosperity, ez nekem jólnak néz ki. Ez 5000. Na jó, figyeljetek, ja igen, szerintem ennyi erre a részre. Remélem jól szórakoztatok, hogyha vannak ilyen ajánlataitok, hogy miket lehetne csinálni ilyenkor, mit csináljunk ilyenkor, akkor szívesen fogadom, illetve írjátok meg a komment szekcióba, hogy szeretnétek-e, hogy benne legyenek így az ilyen unalmasabb részek is. Tehát most megyünk körbe, banditákat ölünk, öldössük a letűnt birodalomnak a maradékát, részt veszünk ilyen lovagi tornákba, fegyvereket gyártunk, eladjuk a fegyvereket, majdnem meghalunk, mert 12% HP-nk maradt. Szóval ja, ilyen-olyan dolgokat fogunk csinálni egészen addig, ameddig nem üzen halat nekünk valamelyik ország, aztán utána erősen próbálkozunk nem veszíteni. A legközelebbi alkalommal. Sziasztok!